mivel Magyarország elveszítette a második világháborút, és úgy veszítette el, hogy mint egy kilenc hónapon keresztül maga az ország területe is hadműveleti területté vált, ezért borzasztó nagy pusztulás volt nem csak egyéb anyagi javakban, amik közismertek, hanem például az iratanyagokban is. Tehát a veszteségi okmányokat tekintve is nagyon nagy hiányok vannak, ezért a mai napig nem sikerült megállapítani Magyarország teljes második világháborús veszteségét, még a kifejezetten a magyar királyi honvédségre vonatkoztatva sem, hiszen tudjuk azt, hogy a teljes összveszteség az a polgári áldozatokból és a honvédség, illetve a honvédekhez hasonlású fegyveres embereknek az összességét jelenti. Nem sikerült ezt teljes mértékben meghatározni. Az 1938 és 1945 közötti időszakra vetítve, ma a számítások és becslések alapján, a korabeli magyar királyi honvédséget, a magyar királyi csendőrség mintegy 310-320 ezer fős véres veszteséget szenvedett. Ez a véres veszteség, ugye ez egy olyan fogalom, amelybe beletartoznak az elesett katonák, akik bizonyíthatóan elestek a harctéren, de beletartoznak az eltűntek, sebesültek, betegek, és bármilyen okból veszteségi lajstromba fölvett és fegyvert viselő személyek. Tehát ez egy, ez egy, gyűjtő fogalom. Ebből a számból jelenlegi ismereteink szerint mintegy 75-80 ezer fő az, aki a keleti harctéren halt hősi Azt tudni kell, hogy a, a, a katonáknak a legnagyobb hányada eltűntként lett regisztrálva. Ez annak köszönhető, hogy elég komoly szempontjai voltak ennek a, a veszteségi regisztrációnak. A bizonyíthatóan elesett katonának tekinteni csak azt lehetett, és csak annak töltötték ki ilyen módon az úgynevezett veszteségi kartonyát, akiről két egymástól függetlenül is ugyanazt a tényt nyilatkozó tanú állította ezt. Tehát, hogyha ez nem következett be nem látták őt meghalni, vagy holtan feküdni, vagy nem voltak tanulja az eltemetésének, akkor eltűntként lett uh, regisztrálva. Egyik legújabb adatunk, hogy azok a, azok a katonák, akik akik visszaértek, visszaérkeztek hadifogságból 1946-47-48-ban. Ezeknek a katonáknak a debreceni szűrőállomáson fogadták ugye a szovjet hadifogságból visszatérteket. Ezeknek megvannak a, a visszafogadó kartonjai, mint egy 200 ezer karton, és nagyon érdekes, csináltunk egy vizsgálatot, hogy azok a személyek, akik eltűntként lettek regisztrálva, azok vajon azok közül hány százalék az, aki visszatértként ebben az időszakban. Ugyancsak regisztrálva lett, mindössze 3-4 százalékról van szó. Tehát azt lehet mondani, hogy az eltűntként regisztráltak nagyon nagy hányada valóban meghalt a harctéren. Ebben a 310-320 ezer fős véresveszteségben természetesen nincsen benne, a hadifogságban elhunytaknak a száma az egy külön kategória. Ezeket a katonákat lehetőség szerint a Magyar Királyi Honvédség igyekezett tisztességes módon eltemetni, erre azonban nem volt mindig lehetőség, ugye a harchelyzet sokszor ezt nem engedte meg, hátra kellett hagyni a sebesülteket, halottakat, és ilyenkor ugye már az ellenség birtokába jutott területen következett be vagy a haláleset, vagy hát ők találták meg a holttestet, ilyenkor úgynevezett lakossági temetés történt. Amíg a Magyar Királyi Honvédség temette el a katonát, addig a szakszerű rendben történt, igyekeztek Ugye azonosítani a holttestet a 36 mintájú azonossági jegytok, illetve a benne található okmányok segítségével. Ez az, amit közkeletűen dökcédulának nevezünk. Ugye ez egy nyakba akasztható, alumínium téglapalakú alumínium jegytok volt benne a sebesülési jegyel, illetve az azonossági lappal, amit miután rátaláltak a, a meghalt katonára, ezeket kiemelték belőle, ekkor kitöltötték ezt a sebesülési jegyet, ugye az elhunytnak a, a nevére, és ketté törték a zsanér mentén ezt, a, ezt az azonossági jegytokot, és az egyik része az ott maradt a katonának a nyakában, ezzel együtt temették el, a másik részét pedig betették a veszteségi okmánygyűjtőjébe, ami ekkor keletkezett. Azt tudni kell még, hogy ez az alumínium jegytok, és ez az, az azonosításnak a, a lényege és alapja, ez egy 10x10 négyzetrácsot tartalmazott, és erre ki volt lyukasztva az azonossági szám szerint. Ez a négyzetrács, ez, ez lyukasztva volt az azonossági szám szerint. 10 számjegyű volt ez az azonossági szám, és ez mutatta meg, hogy konkrétan ki az a honvéd, akit, akit, ott megtaláltak, illetve aki a sírba kerül. A jelenlegi feltárásoknál, exhumálásoknál is ugye ez a legnagyobb segítségünk, hogyha erre mód van, hogyha nem pusztult el ez a, az évtizedek alatt ez az azonossági egytok, ez még értelmezhető, vagy ha egyáltalán ott van a nyakában. És itt utalok vissza az úgynevezett lakossági temetésekre, tehát mondjuk már a szovjet csapatoknak a birtokába ö, került területen történtek ezek a temetések, ugye szárazföldi harcokban, ugye mi szovjetekkel, románokkal, bolgárokkal szemben vettünk részt, ugye a Magyar Királyi Honvédséggel, Ezekben a lakossági temetésekben már ugye nem volt ez szempont, hogy a későbbiekben azonosítható legyen a katona, sőt, mi több a szovjet haderőnek az volt a gyakorlat, hogy el is vették ezeket, hogy ne is lehessen azonosítani. Tehát volt egy ilyenfajta eljárás. Sajnos nem mindig, de az eseteknek a többségében, és ezek ilyenkor tömegsírba kerültek, értelmszerűen már nem, jelölt, nem jelölték meg őket névvel ellátott fejfákkal, vagy egyéb azonosításra alkalmas dologgal, a sírkővel, úgyhogy Úgyhogy ez a mába is mutat, ezek a 70-75 évvel ezelőtt történt dolgok, hiszen Magyarországon a magyar katonáknak a, a sírjairól gondoskodni. A, 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 a szovjet típusú egypártrendszer rendszer időszakában ezekben az évtizedekben nem nagyon lehetett jogszabály, csak az úgynevezett felszabadítóknak a sírjait, emlékműveit védte. Tehát itt Magyarország területén sem lehetett a magyar hadisírokról legalábbis intézményesen gondoskodni. És akkor ne is beszéljünk ugye a, a határon túli területekről. Ott, ahol ugyanez a berendezkedés volt, tehát mondjuk a Szovjetunió területén, ugye, jelentős számban és jelentős ideig voltak hadi alkalmazásban magyar csapatok, az, az teljesen egyértelmű volt, hogy ott szinte az összes temető megsemmisült, az nagyon nagy szám. Több mint 250 olyan temetőt tartunk nyilván, ahol 15 főnél több katonát hantoltak el. És ugye hát vannak olyan helyszínek is, ahol csak egy-két katona van, hogyha ezt egész Európára vetítjük, ahol magyar katona megfordult, akkor itt több ezer helyszínről van szó, amelyeket most nekünk regisztrálni, felkutatni kell, és alkalmasint rendbe tenni a sírokat, és hát természetesen vannak olyan területek, ahol ez már egyáltalán nem lehetséges, mert ezek szinte kivétel nélkül megsemmisültek, ilyen a volt Szovjetunió területe, de Ilyen szempontból elég mostohák a viszonyok mondjuk Románia vagy Szlovákia területén, de nem kell messzire mennünk, mert Magyarországon is nagyon-nagyon sok feladat van. Uh, hozzáteszem még ehhez azt is, hogy ahogy haladunk előre időben a II. világháborúban, úgy a veszteség nyilvántartásnak az egyébként rendkívül precíz rendszere is kezd akadozni. 1944 késő őszén, vagy 1945-ben már egyre kevesebb ilyen veszteségi nyilvántartás készül, vagy ami van, azok megsemmisültek. Tehát pont a magyarországi hadműveletek időszakából sokkal nehezebb rekonstruálni, hogy itt akkor hányan estek el. És ugye, plusz még ugye a, a, a sírok, amelyek sokáig nem voltak gondozva, vagy a adott esetben egész temetők vagy parcellák semmisültek meg, vagy számolták föl azokat szándékkal. Ez olyan fajta feladatot, kötelezettséget ró az utókorra, amely azt gondolom, hogy még jó néhány évtizedig nagyon komoly, és anyagi áldozatvállalás szempontjából is nagyon komoly munkát fog róni a Honvédelmi Minisztériumra, amely feladat gazdája ennek a, ennek a tárgykörnek. Viszont azt örömmel el lehet mondani, hogy 2012. január 1 óta a jelenlegi Magyarország területén már a többször módosított temetkezési törvény az 1999. évi 43. törvénynek a 40 per AF paragrafusai értelmében azok a katonák és munkaszolgálatosok, csendőrök, rendőrök, vagy más polgári egyenruházat vagy fegyveres testületnek a katonái, akik hadi cselekményekből kifolyólag elestek. A harcban. Azoknak a sírjai azok hősi síroknak minősülnek, és ezeknek a felszámolása nem lehetséges. Csak a honvédelmi miniszter engedélyével ugyanez vonatkozik az áttemetésükre is, úgyhogy innentől kezdve törvény biztosítja már ezeknek a katonáknak a, a végső nyughelyét. A Nyugat-Európa területén lévő magyar hadifoglyoknak a sírjai temetői sokkal jobb állapotban vannak, mint akár a magyarországiak, vagy pedig a tőlünk keretre elterülő ö, országokban találhatók. Ott más volt a kultúrája, ott nem tekintették ellenségnek a, a, a legyőzött, meghalt katonát, akkor is, hogyha abban a pillanatban, amikor meghalt, akkor az arcvonalnak a másik oldalán állott. Ezért a Francia területen, Dániában, de akár még mondhatom Csehországban is, Németországban, Ausztriában található magyar katanasíró katonatemetők, ezek általában gondozva voltak, részben a lakosság, a helyi önkormányzatok által, de sok esetben intézményesen is. Tehát azoknak a felderítése, illetve a mostani karbantartása is tulajdonképpen sokkal könnyebb. Ott mondjuk a... a Abból kifolyólag is, hogy sokkal kevesebb ideig harcoltak ott magyar katonák, jóval kevesebb katonánkat érinti ez a, ez a probléma, de azt lehet mondani, hogy, hogy azok elég nagy rendben vannak. Amiről még néhány szót ejtenék, az a, az a azok a hadifogoly temetők. Itt is ugye értelemszerűen a sokkal nagyobb számban a Szovjetunió területén haltak meg, oda sokkal több hadifoglyot hurcoltak el. Ezek a hadifogoly temetők, ahogyan a katonatemetők is mára jelentős részben szinte teljesen megsemmisültek. Ugyanakkor viszont az orosz-magyar államközi a hadisírokat és háborús kegyeleti helyeket ápoló államközi egyezmény értelmében az orosz államadóság terhére, Magyarország most már több mint 380 ilyen emlékművel rendelkezik a volt Szovjetunió területén, ahol magyar hadifoglyokat temettek el és hadifoglyok nyugszanak. Ott legalább egy emlékművel és szépen ápolt sírkertet kialakítva hát mégiscsak méltó módon sikerült rendezni ezeknek a katonáknak a dolgát, illetve hát folyamatos a veszteségeknek a feltárása, ebben nagy segítségünkre van az, hogy mintegy egy tíz évvel ezelőtt a Oroszországból megkaptuk azoknak a katonáknak az okmánygyűjtőit, a amelyeket, mint hadifoglyokat regisztráltak, de ö, ott kint el is hunytak, ez mint egy 68 ezer természetesen ennél sokkal többen hantak meg a Szovjetunióban, hiszen a fogságba szállítás közben sok-sok ezer embernek a, a regisztrációjára sem volt lehetőség, ezekről nem rendelkezünk információkkal. A nyugati hadifogolytáborok zömében a jelenlegi Németország nyugati, tehát a korábbi NSK területén, illetve Franciaországban voltak találhatók, ezek amerikai vagy brit fennhatóság alatt, illetve egy kis részük francia fennhatóság alatt voltak. Lehet, hogy nem sokan tudják, de a francia tartású hadifogoly táborokban az élet legalább annyira kemény és brutális volt, mint a keleti hadifogságban. A visszaemlékezések és a korabeli vöröskeresztes jelentések, azok egyértelműen ezt mutatják. Rendkívül mostoha körülmények voltak. Ez mondjuk az amerikai hadifogságban csak az első egy-két hét vagy egy-két hónapra vonatkoztatható, utána konszolidálódtak a viszonyok, és 1945 végig, vagy 46 közepéig ott tartózkodókat a katonáknak különösebb panasza nem volt, így sokkal kevesebb is egyébként a hadifogságban meghaltaknak a száma. És a legjobb dolguk, ha szabad ezt a kifejezést használni, akkor a brit hadifogságba esett magyar katonáknak volt a II. világháborút követően.